Szeptember 18-án Marton Zsolt Váci megyés püspök ünnepi szentmise keretében megáldotta a kívül-belül teljesen megújult Salgótarjáni Kisboldogasszony főplébánia templomot. A főpásztor szentbeszédében a templom védőszentje Szűz Mária példáját állította a hívők elé. Máriának adatott, hogy Isten fiának, Jézus Krisztusnak anyja legyen, és ezzel élete értelme fiának az alázatos szolgálata lett. A szűz önmagát Istentől végtelenül megajándékozottnak és elfogadottnak tudja. A világ üdvösségének isteni művében vállalja a ráeső részt, örömmel és feltétel nélkül, igénytelenül, mint egy szolgáló leány. Az alázat példaképe számunkra Mária. Mi az alázat? Az alázatos ember tudja, hogy mindent Istentől kapott. Az alázat egy régi kifejezés, amit meg kell magyarázni, mert sokan félreértenek, azt gondolják, hogy valamiféle meghunyászkodás, félelemből való szolgai meghajlást jelent, de nem. Az alázat azt jelenti, hogy tisztában vagyunk képességeinkkel, tehetségeinkkel, de ezeket Istentől kapott ajándékként és megvalósítandó feladatként fogjuk föl, és tudjuk, hogy nem mi vagyunk az Isten, hanem az Úr. Így áll az alázatos ember Isten előtt. Uram, kész vagyok megtenni, amit kérsz tőlem. Tanuljunk a boldogságos szűz alázatából. A főplébánia barokk temploma az elmúlt szűk egy évtized alatt több lépcsőben tudott megújulni a magyar kormány támogatásával. A most záruló utolsó ütem a templom külső környezetét érintette. Csodát élhettünk meg, és bízok abban, hogy mindazok, akik bejönnek ide a templomba, akár hívő, akár nem hívő, azok is majd azt fogják megtapasztalni, amit mi most megélhettünk, azaz lelkünk Isten jelenlétébe fürdött meg, így is lehetne mondani, hogy kegyelmével töltődött. Én azt kívánom Salgótarjánéknak, és mindazoknak, akik ellátogatnak ide Salgótarjánba, amely jövőre ünnepli éppen Márossálevésének 100. évfordulóját, hogy ennek a örömében részesedjék, és az a szép templom, amelyet lát maga körül, ez a szívének, lelkének a megújulását is szolgálja.